Igazságtalannak tartja az MSZP, hogy nem lesz felső korlátja a 13. havi nyugdíjnak. Novák Katalin szombaton jelentette be, hogy a korábbiakkal ellentétben nem maximalizálják a plusz nyugdíjat. A nyugdíjszakértő szerint is igazságtalan a rendszer, éppen ezért inkább egyösszegű plusz jutatást kellene adni az érintetteknek. A magyar lakosság 26%-a nyugdíjas, több mint 2.584.000-en vannak, vagyis ennyi embert érint az, hogy a kormány jövőre elkezdi visszavezetni a 13. havi nyugdíjat. Ez is része a gazdaságvédelmi akciótervnek. 4 év alatt fokozatosan hozzák vissza a korábban megszüntetett ellátást 2021-től. Novák Katalin szerint 2 változás is lesz a korábbiakhoz képest. Az egyik, hogy nagyjából 150.000-rel nő a jogosultak köre, a másik változás, hogy nem lesz maximalizálva az összege. Nem lesz felső plafonja a 13. havi nyugdíjnak, ennek a gyakorlatát is ismerjük. Megint csak amikor nehezebb időszak következett be, akkor a 13. havi nyugdíjnak egy 80.000 forintos plafont határozott meg a baloldali kormány. Ez most nem így lesz, tehát a 13. havi nyugdíj teljes egészében jár majd mindenkinek, felső korlátozás nélkül. Az éhező vagy gyógyszert kiváltani nem tudó nyugdíjasokon nem segít, hogy többen kapnak 13. havi nyugdíjat, mondja Korózs Lajos. Az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnöke szerint pont emiatt követelték a 6,5%-os nyugdíjemelést, illetve az alacsony nyugdíjak felzárkóztatását. A szocialista képviselő szerint igazságtalan, hogy nem lesz felső korlátja a nyugdíjnak. Miért kell a 2-3 millió forintos havi nyugdíjjal rendelkezőnek is ugyanazt a 2-3 millió forintot kifizetni, mint mondjuk aki 50.000 forintos nyugdíjból él, és az csak 50.000 forintnak az egy heti ellátását fogja kapni. Szóval ez borzasztóan igazságtalan. Hibásnak tartja a plafon nélküli 13. havi nyugdíjat a nyugdíj szakértő is. A lakosság fele eleve ellenzi ezt a juttatást, Véli Simonovics András. Ez egy végzetes döntés, ugyanis az egész más, hogy a 12 havi nyugdíjat kifizetik plafon nélkül, ez is hibás. Amikor van egy ajándék, akkor sokkal észszerűbb lenne egy összegűt fizetni mindenkinek. Vagy ha ez túl erős, akkor maximalizálni hasonlóan, mint a nyugdíjprémiumot 100 vagy 150.000 forintban. A szakértő szerint azért is igazságtalan a rendszer, mert a 13. havi nyugdíj mögött már nincs járulékfizetés. Ez pedig azt jelenti, hogy a költségvetés terhére fizeti ki az állam a plusz juttatást.